vagyok Szegál Viktorral, gasztronómiai tanácsadóval és séffel. Mit is esznek a sztárok? Hát nagyon érdekes kérdés, és ugye persze mindig mondjuk, hogy hát ők is csak emberek, és hát mindenfélét esznek tulajdonképpen, mint mi. De azért ez nem teljesen így van, hiszen hogyha világsztárokról beszélünk, akkor azért ott rengeteg a speciális igénykérés, és tényleg a legextrémebb dolgokig, vagy a legapróbb részletekig, mint az, hogy a Himalája milyen oldaláról érkezzen a só, vagy éppen milyen zöldséget szeretnének enni, vagy milyen vizet inni. Ezek mind hát kardinális kérdések, amikre hát nagyon oda kell figyelni. A Bocuse d'Or Akadémiának a tagja, ez mit is jelent? Tulajdonképpen az egész világon meglévő szervezet, Lyonban van minden évben egy óriási verseny, az adott országoknak az akadémiája által meghirdetett helyi versenyek, és végül eljutunk Lyonba versenyre, a világversenyre, ami hát egy egészen fantasztikus élmény. Nekünk séfeknek ez a világon, ez olyan, mint az Oscar-díja a filmeseknél. Én már viszonylag korán tudtam, hogy mit szeretnék csinálni. Egyszer csak elérkezel oda, nem tudom, 20-30 év múlva, hogy megkérik, vagy felkérnek egy ilyen részvételre, vagy ilyen versenyeken való zsűrizésre. Mit is szokott ön főzni a családjának otthon? Hát ez őrületes hullámokba érkeznek az ötletek, és mindig más. Most éppen kekszőrületben vagyok, tehát most tegnap háromféle keksz készült otthon, de nem sokára itt lesz a spárga, akkor a spárgát készítünk, szóval, hogy nálam ez így mindig van valami nagy kedvenc, és azzal kínzom a családot. Nagyon szépen köszönöm.